gondolom én, vagy a 10-80. Hogy várjál már. Ja, hogy I9. 9900K van benne, bazzeg. Jó Isten. Ja, hát akkor értem, hogy mi van neked pocsinkiba leugrásnál. Konkrétan 100 FPS alá nem néz jóval. Ez egy 1050 Ti lesz valószínű sirály. Abban van azt hiszem jó gigabyte, nem? Vagy nem? Vagy rosszul gondolom? 60 benne faset, ugye? Vagy 1080 akkor. Á, és ennek örömére, hogy fassákat beszélek, elbaszom az ugrást. Csodás, csodás. Ez mi? De legalább ő meghalt. Ő is. Utálom azt, amikor bazd meg két hit shotgunba. Méghozzá dupla csövükben nem halnak bele az emberek. Shotgun, hogy miért ennyire random? Lenne egy kicsit kevésbé random ez a shotgun is. Van jó fegyver lenne belőle. Van kibaszott a random, hogy... Azt a rohadt. Szia, KNC, ez elvaló. Jelenleg nem nagyon van olyan ez gamer PC, ami tudja sokkal jobb lenne, mint ez, mint nekem van. Semmi, egy üres beril. Mind a kettő igazán király üresen. A beril legalább sebez. Egy laptopban sincs 9900K. Nem létezik ilyen laptop? Én elhittem. Vannak, de van már olyan laptop, azt hiszem. Amiben teljes értékű procikulán rakta. Egyébként 7-kor már kezdés van. Szerintem, nem tudom. Hát gondolom, igen. Szia, Sammy Hawkins. Jó játékot, köszi, ma este MLB, melyik csapat, Team Plague.
Hát gondolom, nem tudom, hogy hét, nem tudom, hogy hétkor csinálják meg a lobbit, és akkor 10-ig be lehet menni, 7-10-ig, vagy 50-kor csinálják meg a lobbit, és 7-kor elindul. Gőzöm itt róla. Hogy ez melyik a... Hoppá. Hát nézzünk, ma nem tudok felharcolni egyáltalán. Sajnos. Gondolj bele, milyen hűtés kell neki használni, majd biztos belemegy egy laposba. Nagyon durva ilyen, nagyon durva hűtéseket csinálnak már laptopokba. Nem is gondolnád, hogy miket meg nem csinálnak egy laposba. Még azért 9900 kárt, ezt azért kell neki bőven. Nem tudom, milyen hangja lehet annak a laptopnak. Ilyen vadászrepülő, mikor felszáll, olyan hangja van így. Bemegyek ebbe a kompotba, kilújtalom, aztán itt várom a kövi droppot. Kéne egy drop. Vagy egy zoom. Vagy mindkettő. Akkor jól láttam én ezt, hogy itt egy ember állt az alsó szinten, csak nem lőtt rám, és már nem hittem el, hogy itt lehet valaki, aki itt kempingel. De ezek szerint jól láttam, jól láttam. Durva. Milyen sas szemem van? Sasé. Eagle eye. Hol megy a drop? Ah, ott is van a droppom. Davai autó, davai! Hát jó, hogy lassabb laptopba, de nem tudják lehűteni. Vagyis hát így kompromisszumokat kell kötni, amikor laptopot veszel. Nem is volt kérdés számomra, hogy nem ugyanazon az óra jelen fut a laptopba, mint az asztaliba. Legalábbis nekem. Megkapta. Az egy jó kis burst volt. Szerintem tetszett neki is. Kettő csúszomászó. Jön a haverjaik, azok hol jönne? Hogy egyáltalán itt vannak a környéken a haverjaik? Jó kérdés. Várok. Ez 15x, ez lehet, hogy kell majd. Bár, még ugye nincs mire tegyem. Ilyen zorol a beril? Igen.
Daryl az egy kibaszott kemény fegyver. Az bizony elég baszó fegyó. M16, csodás. Ennél meg AK-szkár. Egyiknél sincs semmilyen zoom. Egyáltalán. Miért lenne? Legalább van egy grip. Ó, oh, van fasza. Valamire legalább jó voltál. Egy gripre. És egy redzorra. Ugyebár... ebből még kibírok szerintem menni. Reméljük, reméljük, nem biztos, nem biztos. Ne, 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 ne. Az az. Király. Perilnek, ha van a legnagyobb DPS-e, csak úgy mondom, a nem droppos fegyverek közül. DPS az azt jelenti, hogy nem is per second a okozott sebzés per másodperce ennek a fegyvernek a legnagyobb. A Berylnek. A nem droppos fegyverek után, ami droppos, az, az ugye a... Nem tudom, hogy a Groza-e vagy az MK-nak nagyobb a DPS-e, de szerintem... Hát nem tudom. Nem tudom, hogy őszintén szóval. Hogy a Groza vagy a Beryl, vagy Groza vagy az MK-nak nagyobb a... Nem is perszekje. Szerinted az MK-nak? Hát igen, én is arra gondolok, tudod miért? Mert ugye az MK az 61, a Groza az 49, és nem olyan sokkal lassabban az az MK. Lassabban lő persze, de nem olyan nagyon durván, hogy így ez a bug az mi a szart keres ott. Nem tudom. De lehet, hogy azért volt, akit megöltem. Megnézted, utána nézted pontosan, na akkor jól gondoltam, hogy elég közel vannak egymás, és a Berylnek mennyi az a damage per second-je? Hogy azt is tudjuk. Már... Mennyivel alacsonyabb? Ha, Chagrisa. Hazaérti Ishiből. Na megint tűzszentelen kelt és besült, és megint ez rossz. 500. Uff, bazeg, ilyen nagy különbség van. Azt hittem, hogy nincs ilyen nagy különbség. Azt a rohadt. Géza, ne spammelj! M16, hát ez egy húgy. Ez egy két két U az, rotálódik, ezek valamán nagy rotamesterek lesznek. Átlenek abban a kompódon, megnézem valamint, de valami szar, amire rá lehet rakni 15x-et. A vektor amúgy 6-10. Rendben van, hogy a vektor az annyi, csak a vektorra ugye az a baj, hogy 50 méteren túl, inkább 25 méteren túl az már nem effektív fegyver. Addig kibaszott kemény. Csak utána... utána annyi. Mahonix. Mahó minden meccsemben ott van. Amiben még nincs ott, még abban is ott van. Mi van, Géza? Mondjad, Géza. Kívánok, Árgyilös király, kicsopi. Miért nincs egy rohadt izé SK-s, egy valami szar, amire rá tudnám tenni a 15x-et. El is dobom.
rohadjon meg akkor. Elég már a faszomba! Ha mély nem mély. Miért nem mély? Lúzolok egy fél napig és semmi. És úgyhogy a Front Six-et kilútoltam üzébe. Giorgio-ba. Abba sem volt ugye semmi. Miért lett volna? Mindegy, Beryl. Beryl az legalább királyfegyő. Suri nem kell. Van 10 boosterem. Suri rohadt sok helyet foglal és nincs helyen. Észestő az. Most elnyomhattam volna. És full booston legyek. Hol van? Azt tudom, hogy melyik házban van. Itt van. Felveszem, elnyomom. Ja, végül is ez nem a rossz, de... Boostert nem hagyunk, ott mindent betudunk. Lesz amúgy lesz a kövinél zoom, de tudom, hogy hol dobtam el a 15x-et. Hát most kijövök a körből, de hogy lootoljak egy dobozkát, amiben lehet, hogy nem is lesz sniper. De hát mindent a dropért. Az egy buzi nagy fejes volt, M24-je. És úgy mondom, amit én most itt elszenvedtem. Az egy elég szép fej. Nem, 24, az megint mellettem sűvített a golyó. Elég jól lő ezzel 24-es. Pali. Ebben így fel sem tudok menni a háztetőre, mert tudja, hogy az lesz, hogy lefejjel. Tomi itt van? Te itt van? Hello, Tomi. Nézzük rá 15x-elje. Még jó, hogy volt cseres is, aki állja. Hello, Benetsz. Hát ja, jól jön. Most például jól jött ez a cseres is. Meg az is jó, hogy volt medkitem. Ez egy elég szar, hogy... Ez effektív, semmit nem tud csinálni, csak... közel harcolni. Mert két reddotom van. Megnézem ezt a kompótot, hát ha itt lesz egy zoom, negatív, itt ez már rúgtott,
Csákoldát. Se. Ez is rútolt, de az csak a klotyót nézte meg, ez a nagyszobát miért nem nézi meg? Értenem. Menjek át azért, akit kilőttem? Ott vannak, de rájuk reselek szerintem amúgy, mert... Vagy várjál már, nincsenek benne. De fassa. Hát akkor most már nem megyek innen sehova. Remélem rám tolnak. Mennyire tartom magam? Hát egyedi nem nyerünk. A csapatot mennyire tartom maximum esélyesnek, hogy megnyerjük a Heaven EB-t. Hát ugyanazt tudom mondani, mint mondtam a LAN előtt és az osztályozó előtt, hogy szerintem még mindig van egy olyan 5-6, talán 7 csapat, akik képesek arra, hogy megnyerjék. És éppen napi formától, meg ilyesmitől fog függni. Azon fog múlni, hogy kinyeri ezt a jóságot. Ide lehet, hogy valami, de fel lehet. Ez az. Király. Ez már Duffy háztető. Ebből a kompótból lőtt a mini, de most már nem píkel. Legalábbis rám nem. Kék cherish a bill, hogy ilyen hangos? Nem. 2500 forintos billentyűzet. Ajaj. A deszingbe az meg, hogy falon át kaptam 4 hitet. Mindegy. Az UMP-stől. Kóbazsaláljunk. Hol van ebbe valami anyag? Család. Hello, Pompi, az is 4x. Oké. Keresek éppen, de mint itt a csíkpad, itt a izé M24 volt nálam, nem kell. Így jó vagyok. Oh!
Mi a faszomat keresel te itt, fiam? Minek van ennyi energiátalan, nem tudom. Medkit mondjuk, az kell. Hát ezt autóznom kell. Jó, hogy az autóm megy. Bazd meg, ez egy... Nem egy néd volt? Most lehet meghalok. Az ember mögöttem, látjátok? Ott bújt a füstbe a kis kec. Kis füstkemper. Én teremtettem meg neki a, izét, a camp spotját, bazze. Leszarok. Akkor 3v1. Legvalószínűbben. Nem tudom, hogy hát itt az erdőben van szerintem olyan hely, ami játszható. Legalábbis remélem. A részét le akarom tisztázni a körnek, mert szerintem itt fekszik egy szóló. Tipre. Mivel is én itt feküdnék. Akkor nem. Itt az lesz a szar, ha nem rám szűkül, vagy hát hogyha nagyon szarul szűkül. Látom. Megölték. Mi a fasz volt ez, hogy ez itt feküdt? Ez a baj, hogy fejre egy hit vagyok. Persze, hogy rászűkül a házra. Miért ne szűkülne rá a házra? Nézd ki! Nézd már ki! Nem nézd ki. Az a baj, nagyon gyorsan mennem kell. Mert mindjárt jön a kör. Ez fasza. Melkos.
Ő nincs benne ott, vagy benne van benne. Van még füstje, fasza. Meg egy jobb vesztje is van. Egy EQ magja, fasza. Akkor már csak egy embert kéne lelője. Akiről fingom sincs, hogy hol van. De rám szűkült a kör. Ez a ház is benne van. Nem tudom ennek, hogy valahogy fel lehet menni a tetejére ennek a háznak, de szerintem nem. Legalábbis autó nélkül nem. Valószínűleg a másik házban van, amúgy. Ja, kipattam. Hát ha nem itt, akkor a másik házban van. Azt nem értem, akkor miért nem néz ki. De is lehet, hogy fekszik a mező közepén. Nem tudom képzelni, hogy ez mit csinál most. A másik házban van, király. Jeez.